Műsorral is készültek a gyerekek a Magvető Református Általános Iskolában a Mézes Reggeli elnevezésű rendezvényen. Békés megyében 37 intézmény és 6000 gyermek csatlakozott ehhez az európai kezdeményezéshez. Gyulán az 5 intézmény közül az egyik a Magvető volt, ahol komoly figyelmet fordítanak az egészséges táplálkozásra. Azért fontos, hogy mézet együnk, mert nagyon egészséges, nagyon jó a teába, és nagyon finom. Magyarország már harmadik alkalommal kapcsolódik be a 9 éve Szlovéniából elindult kezdeményezéshez, melynek célja ráirányítani a figyelmet a méz és a reggelizés fontosságára. A Magvető iskolában ez a hét az egészséges életmód jegyében telt. A héten zajlott le nálunk az egészség hét, amelyben az egészséges táplálkozásról beszéltek a gyerekek, és úgy gondoljuk, hogy a méz az, amit nagyon jó, hogyha megismernek, és az a mindennapi étkezésükbe beiktatják. Nem csak ők, hanem az egész családjuk. Magyarországon a mézfogyasztás messze alatta marad az európai átlagnak. Ezek a rendezvények azt a célt szolgálják, hogy ez a tendencia megfordulhasson. Az európai mézfogyasztáshoz képest Magyarország még az utolsó között hullok sajnos, azonban az elmúlt években pozitív dolog történt ebben is az országon belül, tehát körülbelül 1 kilóra emelkedett a mézfogyasztás egy főre vetítve országos szinten, azonban az 1,7-2 kilós európai átlagtól még mindig el vagyunk maradva. Vajda Róbert kormány megbízott hangsúlyozta, a jövő generációjának egészségi állapota szempontjából nagyon fontos, hogy már gyermekkorban felhívják a figyelmet az egészséges életmódra. Felhívjuk a mézre és a méhekre is a figyelmet, elmondjuk azt a gyerekeknek, hogy a méz mennyire finom és mennyire egészséges, miért fontos az, hogy a mindennapi táplálkozásunknak a része legyen, és arra is jó ez az alkalom, hogy a gyerekek megismerkedjenek azokkal a kiváló békésmegyei termékekkel, amelyeket itt a méhészeink előállítanak. A mézes reggelin a gyerekek a megyei termelők által készített számos mézfajtát megkóstolhattak.